lettem. Az ügynökség vezetője, vezérigazgatója Fuchs Balázs, és helyettese Kölkedi Krisztián, és megkértük, hogy mondjátok el így nyilvánosan is, és egybefüggően a céljaitokat, hogy feltessük aztán majd a kérdéseinket. Úgyhogy Krisztián, átadnám neked a szót, hogy mi céllal jött létre az ügynökség, milyen terveitek vannak, mit érdemes rólatok tudni minden startup ökoszisztéma szereplőnek. Egyrészt nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és ez egy zseniálisan hosszú kérdés volt, de Igen. megpróbálok jól összeszedve válaszolni rá. Igen, gyakorlatilag még friss és ropogós a történet, hiszen nemrég indultunk el hivatalosan, de gyakorlatilag nem teljesen új szereplőről van szó, hiszen a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal már évek óta dolgozik az ökoszisztémának az aktívabb támogatásán, hogy ne csak funding agency, hanem service agency legyen. Gyakorlatilag annyi új innovációs szolgáltatást sikerült elindítanunk, képzések, innováció, inkubáció támogatás az elmúlt években, hogy szükségessé vált egy más forma bevezetése, és gyakorlatilag a hivatalnak a támogató szolgáltatásai egészen a tehetséggondozástól kezdve hozzánk kerültek, valamint gyakorlatilag egy csomó új funkciót is felvett az ügynökség, mert nem csak startupokat támogatunk, hanem alapvetően az innovációs folyamatot magát. Amikor azt mondom, hogy tehetséggondozástól, az gyakorlatilag a középiskolás korosztálytól, különböző programokkal, ösztönzőkkel, képzésekkel, de így magától értetődően itt van nálunk a Hungarian Startup University program, ami ugye az egyetemistákat támogatja és vonja be ebbe az ökoszisztémába. Inkubációs támogatásokkal kezdünk el foglalkozni most, hiszen a inkubátorházak szakmai támogatása is nálunk van. Innentől fogva a piaci és technikai, technológiai validációval is foglalkozunk, nemzetközi forrásszerzéssel, abban tudunk támogatást nyújtani, valamint egészen a startupoknak az export piac fejlesztése, exporti piaci Hát validáció. ez már 7 terület, ha jól Mondjuk úgy, számoltam. hogy gyakorlatilag a tudás megjelenésétől, vagy még a megjelenési pillanat előttől annak a nemzetközi piacra juttatásáig történő távot igyekszünk lefedni különböző aktív szolgáltatásokkal. Most jelenleg a középiskolai program az egyetemi programunknak mondjuk úgy, egy egyszerűbb, egy ilyen szemléletformálóbb lába, jelenleg az input programmal közösen egy nagyobb verseny keretében indítottuk el. Az, hogy pontosan milyen iskolában, milyen kiválasztási Jó. módszertan alapban nem szeretnék nyilatkozni, nagyon sok középiskolában indult Ja, ez is országszerte. nagyon, nagyon fontos. Akkor beszéljünk egy kicsit a Hungarian Startup University-ről. Oké. A Hungarian Startup University program most a második évét kezdte el. Ugye az első évében, a pilot évben 21 egyetemen 2100 hallgató vett részt, 1400 one-pager érkezett be, és közel 100 csapatot választottak ki az egyetemek, ez közel 500 ösztöndíjas hallgató volt annó. Ezekből a hallgatókból amúgy van már több sikertörténetünk, sikersztorink, van olyan hallgatói csapat, aki nálunk ismerte meg magát a fogalmat, hogy innováció, startupok világa, stb. Ösztöni programba vettek részt, továbbítottak, mentorációt kaptak, jelenleg nemzetközi piacon tárgyalnak az első termékük Hű, ez nagyon értékesítésével. sok információ volt. Én viszonylag tisztában vagyok a részletekkel, de szerintem érdemes egy kicsit részletezni. Tehát az a hallgató, aki erre felfigyel, mert az adott egyetem meghirdeti neki a programot, az akkor beküld rögtön egy one pager-t, és az alapján lesz kiválasztva? Nem, Nem, de igen. hogyha magát a programot szeretném most itt bemutatni, lehet, hogy külön alkalom Igen. kellene. Nem, ez egy két fél éves kurzus tőmondatokban, két fél éves képzés, egy program, amiben van két fél év konkrét e-learning kurzus, van benne egy fél év mentoráció, ösztöndi program, és vállalati partnerek is tudnak problémákat beküldeni, mint szponzor, és gyakorlatilag a hallgatók erre reagálnak, mellette tanulnak, tehát konkrétan megtanulják az alapokat, és a legjobb ötleteket kiválasztjuk, és ösztöndi díjazásban részesítjük. Gyakorlatilag fejenként 150 ezer forint per fő per hó az ösztöndíj, aki továbbütés nyertes ötletet talál ki, vagy egy ilyen csapatban dolgozik. Egy 5 fős csapatnál ez 3 millió forintot jelent. És gyakorlatilag a második fél év végéig ebből egy mentor segítségével egy MVP fázisig kell eljutni, de hogy olyan az ötlet, hogy nem jutnak el MVP fázisig, sincsen semmi probléma, a lényeg az, hogy dolgozzanak rajta és próbálják
megoldani ezt a problémát. Mindenki, aki ebben részt vesz, mindenki belekóstolhat, megláthatja, hogy kell felépíteni, hogy kell elindítani, hogy kell továbbfejleszteni. Tehát ebből a szempontból, mindenféle szempontból egy egyetemistának hasznos. Akkor említetted közben ugye az innovációs tevékenységettel kapcsán korántsem csak a startupokra fókuszáltok, hanem még ki lehet a ti partneretek, és milyen szolgáltatást kaphat? Hát gyakorlatilag az a célunk, hogy olyan összetett szolgáltatási portfóliónk legyen, mert ugye most is szerintem ez elég szép, de szeretnénk ezt minél részletesebben megcsinálni, hogy bármilyen fejlettségi fázisban lévő, bármilyen TRL szinten lévő projekt be tudjon jönni, és éppen ott csatlakozik be, ahol szeretne. Ha valakinek az kell, hogy felmérjünk egy nemzetközi piacot, akkor abban segítünk, de hogyha valaki egy 14 éves fiatal, és neki van egy jó ötlete, és szeretné megtudni, hogy mihez kezdjen vele, akkor annyi, hogy megkeressük neki azokat a tanulmányi versenyeket, programokat, mentorokat, akivel ő tud dolgozni. Tehát nem biztos, hogy egy 14 éves fiatalnak tudunk direktben anyagi támogatást nyújtani, de megtaláljuk a kapcsolódását neki az ökoszisztémához. Mi a víziója az ügynökségnek? Mitől lesz jobb a startup ökoszisztéma, vagy akár az innovációs ökoszisztéma működésetek által? Az operációban én aktívabban be tudok folyni. Azt reméljük ettől, hogy egy olyan mozgás indul el. Egyrészt az információk, amik megkaptuk rengeteg visszajelzés után, hogy rengeteg információ decentralizált. Van egy olyan fajta információ dömping, tehát nem az van, hogy nincs információ, rengeteg van, és nem biztos, hogy jó helyen keresi az, aki hozzá akar férni, és még ha valaki megtalálja, nem biztos, hogy hatékonyan tudja tovább jutatni. És szeretnénk egy olyan szereplő lenni, hogyha valakinek csak információ kell, be tudja jönni hozzánk, legyen az, és nagyon furcsa, hogy már egyetemeken keresztül megkerestek minket külföldi inkubátorok, hogy amúgy Magyarországgal hogyan tudnának együttműködni, ami nyilván kindly megfogalmaztuk kedvesen, hogy ez nem feltétlenül a mi terepünk, úgyhogy, de tudjuk azt, hogy ki foglalkozik vele, szívesen segítünk, viszont nyilván megvan mindenkinek a saját területe. Aztán, hogyha valaki pályázatok iránt érdeklődik, akkor nyilván részletesebben be tudjuk mutatni a hivatalnál érhető pályázatokat, de hogyha valakit nem olyan pályázat érdekel, üzletfejlesztési teljesen más területen, akkor utána tudunk járni, hogy annak esedékes-e, tehát ez csak információ még eddig a pillanatig. Nyilván mi pályázati tanácsadást nem végzünk, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy nem írunk és nem végzünk tanácsadást hazai forrású pályázatokra. Ellenben nemzetközire igen, tehát ha az egyik divíziónk konkrétan a Horizon forrásoknak a népszerűsítése és az ott lévő pályázati forrásoknak az elérése, itt van mentorációs program a hivatallal nyilván közösen, és gyakorlatilag a jövőben lesz majd ennek kiterjedtebb szolgáltatási része is, de hogyha nagyon-nagyon az eredményre lennénk kíváncsi, hogy konkrétan mi az, ahol el akarunk jutni, akkor én azt szeretném, hogy az a mi víziónk, és ezt fogalmazta meg a tulajdonos is, tehát aki gyakorlatilag akinek szolgáltatást kell, hogy végezzünk, ugye a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatalról beszélünk most, hogy egy olyan aktív szereplő legyünk az ökoszisztémában, ami nem csak egy funding szerepkört lát be, vagy nem is látja be egyáltalán, hanem minden mást, ami nem arról szól, hogy pénzügyek kell támogatni, mert hogy az innovációban a pénz az egy dolog. De hogyha ez a pénz nem tud jól hasznosulni, mert valamilyen információ kell, kapcsolat kell, plusz tudás kell, mentoráció kell, legyen valaki, aki ezt tudja úgy támogatni, hogy ezzel neki viszont nincsen érdeke. Tehát egy olyan szereplő jöjjön létre, aki úgy tudja ezt aktívan képviselni, hogy a bejövő érdeklődő cégnek nem attól kell félnie, hogy ezt a támogatást, ezt a plusz információt, ezt a plusz szakértelmet, ezeket a plusz kapcsolatokat, ezeket azért kapja meg, mert utána majd valamit el fognak tőle várni. Szóval gyakorlatilag jó összefoglalva így tudnám mondani, hogy jöjjön létre egy olyan szereplő, aki nem csak az innováció megjelenésétől végzi az innováció menedzsmentet, hanem akár az innováció ösztönzésétől, tehát még a létrejötte előttől képes legyen tömegeket elérni, és bemutatni nekik a világot. A kulcsa az ösztönzés, tehát nem az van, hogy rákényszeríteni programokat fiatalokra, hanem megmutatni nekik, hogy itt vannak ezek a lehetőségek, itt ez a világ, nézd be, ha nem tetszik, semmi gond nincsen, az információ, amit megtudtál, amúgy a piacon is nagyon kellendő, ha meg viszont tetszik, és tovább szeretnéd ezt vinni, akkor ott legyen egy mentor melletted, ott legyen akár egy ösztöndi támogatás, és
hogyha nem is lesz az első projektet sikeres, akkor az első kudarcot is úgy éld meg, hogy támogató környezetben. Uh-huh. Tehát egy olyan ökoszisztémát, olyan ökoszisztémát szeretet tudjunk létrehozni, ahol meg lehet tanulni akár a bukást is, és azon keresztül sikeresebbé válni. Uh-huh. És ezután ott legyünk, amikor egy prototípust piacra kell juttatni, ott legyünk, amikor meg kell állapítani ennek a prototípusnak az üzleti vagy a piaci relevanciáját, meg kell állapítani, nemzetközileg van-e értelme, meg kell állapítani azt, hogy mekkora üzleti út járhat előtte, aztán legyen ott egy tőke oldal, akár legyen ott egy információs zsák, hogy milyen egyéb mondjuk állami támogatásokat lehet egy ilyen innovációra igénybe venni, és aztán álljunk ott a kapuban, már nyilván nemzetközi szerzetekkel együttműködve, hogyha ez a megérett annyira ez az innováció, hogy ez nemzetközi piacokon tudjon bevételt termelni, akkor igenis tudjunk abban segíteni neki, hogy legalább kapcsolódási szinten el tudjuk mondani, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot, kit kell megkérdezni, ki az, aki meg tudja nézni az adott piacon, neki ténylegesen van-e szerepe, és gyakorlatilag így le tudjuk fenni a teljes skálát. Gyártani, tehát gyakorlatilag nem gyártani, ez nagyon rossz szó, bocsánat, de ösztökönni tudjuk az innováció születését, és képesek vagyunk arra, hogy ezt akár külföldre tudjuk. Hát csodálatos. Én még kiegészíteni annyival, hogy nyilván egy nagyon hangsúlyos szerep a fiatalok támogatása, de nem csak az jöhet be hozzánk, akinek még csak egy ötlete van, és még most első éves a korpuszon, vagy akárhol. Bejött hozzánk bárki, akinek már van egy prototípusa, akinek már létezik egy valamiféle cége, aki valamiféle támogatást akar. Tehát nem korlátozzuk le. Ugyan nagyon hangsúlyos, mert nyilván az a legegyszerűbb a fiatalokkal elkezdeni. Onnan indul. De ha valaki már egy későbbi fázisban ugyanúgy szívesen látjuk, és ugyanúgy azt szeretnénk, hogy az Atvas Innovation Agency-nek is tudjon segítséget nyújtani. Csodálatos. Az egész pályafutásom során tapasztaltam ennek a hiányának a problémáját, és hogy ez mennyire elbártortalan itt, illetve nagyon gyorsan kiesnek azok a potenciális fiatalok is, de hát középkorú vagy sokkal, már életkor tekintetében is, vagy már sokat próbált vállalkozók is ebből a közegből, mert nem kapják meg azt a támogatást, amire éppen akkor szükségük van. Sokszor korábban bécsi programokra, meg akár vagy a baltikumi programokra nem kis mértékben. Hát nem jó szó az irítség, de mondjuk úgy, hogy ránéztük, hogy ott mennyire más az a hozzáállás, amivel kezelik a startup, illetve a feltörekvő cégeknek a segítését, és mindig arra gondoltunk, hogy ez mindset kérdése, tehát hogyha ott eldöntik a megfelelő döntéshozók, hogy ezt a közeget támogatjuk, akkor onnan felfutás van. Tehát ugye egy ilyen ügynökség ezt azért következetesen és hosszú távon is fent tudja tartani, mert elszigetelten egymástól sok hasonló volt, amik azért egyes eredmények felmutatása után elhaltak, vagy módosultak. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez tartós változást tud hozni, és optimizmust ad ennek a piacnak, de tényleg nagyon elkeserítő, amikor azt halljuk, hogy mondjuk a magyar startup ökoszisztéma hát nem csak már a Baltikum mögé szorult, hanem mondjuk Kievben is élénkebb támogató közeget tapasztalnak mondjuk amerikai szemmel egyesek. Tehát ez nemrégen itt hangzott el a kanapén, nekem ez vérfogyasztó volt, tehát nem szeretnék Kiev mögé kerülni, semmilyen összehasonlításban, nem mint a Kievben bármi problémám lenne, csak amikor a tőzsdét újra nyitották, akkor 20 évig arról volt szó, hogy itt mi milyen úttörők vagyunk, és akkor utána már kicsit mindig így mögé kerültünk az utánunk jövőknek, ami nem jó érzés, és a versenyképesség ez egy rendkívül fontos ügy, amit minden szempontból támogatni kell, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ezt a programot ilyen szépen vagy ennyire következetesen és ilyen sokrétűen felvázoltátok. Mi a következő, amit következő lépés, vagy esetleg a következő kezdeményezés, amit belefogtok, hogy mi lesz az a pont, ahol újra hallhatunk a tevékenységetekről? Van-e olyan program, agenda, amin végigmentek mondjuk a következő év során, olyan célkitűzések, amit megvalósítotok? Ismét egy jó hosszú kérdés volt. Akkor összeszedve és hagyva válasz lehetőséget a vezérigazgató úrnak is. Az elétől kezdeném, ugye nagyon fontos, hogy nagyon sokat beszélek arról, hogy ifjúság, nyilván én arról a területről jövök, honnan kezdtem, meg én magam is ugye startup vállalkozó voltam, de hogyha tömegesen szeretnénk ökoszisztémát fejleszteni, és el szeretnénk jutni oda, hogy már a folyamat végén, tehát hogy nem az elé legyen sok cég, meg sok ötlet, mert hogy azt se egyszerű generálni, mert ezt látjuk, de hogy ott nyilván sok szám van a perfőnél,
Már olyan cégnél, aki elér a nemzetközi piaci, nyilván kevesebb. Van, hogy összeolvadnak, van, hogy nyilván valamelyik nem lesz sikeres. De lényeg az, hogy ahhoz, hogy itt több cég legyen, ezen a végén, az outputnál, itt gyakorlatilag tömegeket kell tudnunk elérni és megszólítani. És nyilván ez az egyik első agendánk, a tehetségmozgásnak, utánpótlás nevelésnek a felskálázása. Hogyha belegondolunk, a Hungarian Startup University program maga is egy, majdnem, hogy egy startup, hiszen volt neki demo része, volt neki tesztelési fázisa. Gyakorlatilag, ha azt veszük, az első év 2100 hallgatója volt a tesztfelhasználó, és a 21 egyetem volt a tesztpartner, vagy közvetítő. És azt szeretnénk, hogy ezt a programot úgy tudnánk skálázni, és az elfogadott mostani fejlesztési terv, hogy nem csak az egyetemekkel, hanem különböző társadalmi területeken is elindítjuk hasonló konstrukcióban ezt a programot. Tehát minél különböző társadalmi rétegből jön valaki, annál különböző problémái vannak, amire az innováció lehet válasz. És minél diverzebb lesz ez a közösség, amit be tudunk vonni az innovációba, minél több ötletet tudunk támogatni bármilyen módon, annál diverzebb és annál több leendő innováció születik meg, amit aztán lehet tovább vinni ezen az innovációs életúton. Ez az egyik nyilván, hogy ebből a 4000 hallgatóból, ami szerintem már most is egyedülálló, hogy ennyi hallgatót be lehet hozni egy ilyen rendszerbe. Szeretnénk, hogy ez csak az egyetemeken legalább 6-8000 lenne éveken belül, és azt is szeretnénk, hogyha ez nem csak az egyetemeken futna, hanem a többi szereplővel összesen ezek 10000-ek lennének, tehát hogy éves szinten 20-30 ezer emberhez érne el ez az üzenet, és abból nyilván mondjuk 3-4 ezer sikeres projekt születne évente. Hogyha 3-4 ezer sikeres projekt születik, akkor halnak csak a fele lesz, vagy jut el addig a fázisig, hogy piacra jusson, akkor arról beszélünk, hogy éves szinten 1000-1500-2000 új születő innovatív cég jön, most hívjuk a startupnak, vagy innovatív KKV-nek, stb. És hogyha azokból csak a fele jut el külföldi piacra, akkor egy idő után gyakorlatilag létre tudunk hozni egy olyan állapotot, amikor azt mondják, hogy Magyarország az egy innovációs keltető lesz, tehát hogy gyakorlatilag itt érdemes itt megszületni innovációnak, és akár nem csak magyar innovációnak, hanem már most hallottunk olyat, hogy jönne ide, környező országokból jönne ide cég alapulni hozzánk, mert úgy gondolja, hogy Magyarország jó közeg arra, hogy fejlődjön, és innen menjen tovább európai piacra. Tehát egy ilyen közeget tudunk létrehozni, és szerintem ennek kulcsfontosság, hogy ne csak szabályozó legyen, és funding része legyen, hanem legyen egy aktív támogató része, kvázi egy ügynökség. Nyilván ez minden megy semmire, hogyha nincsenek jó egyetemeink, akik a tudást létrehozzák, és tudják, nem tudjuk együtt hasznosítani ezt a tudást, és nincs egy jó támogató környezet, nincsenek jó ipari partnerek, akik amúgy felveszik ezeket a dolgokat is tudnak együttműködni. Szóval ezért mondom azt, hogy ez egy ökoszisztéma fejlesztő folyamat, ami sosem egy-két éves, hanem 5-6 éves, 10 éves, de úgy gondolom, hogy minél több aktív szereplő van, ez annál rövidül, annál jobban rövidül ez az idő. Így van, így legyen. És ha kiegészíteni, még azt tenném hozzá, hogy egy idő után minden hozzánk került cégnek el kell engedni a kezét, mert nem lehet örökké nálunk. Így van. Ha a jövőbeli tervünk, az a jövőbeli tervünk, hogy minél több olyan cég legyen, aki évek után is még létező, még működő, aki emlékszik arra, hogy három évvel ezelőtt ott voltam az Express Innovation Agency-n, és mennyit segítettek, és már eltelt x év, és még mindig élünk, virulunk, és ebből legyen minél több. Abszolút, teljesen egyetértek. Van-e olyan szám a fejetekben esetleg, hogy ugye említetted, hogy a tömeg, tehát egyrészt a bázis az nőjön, tehát ezért dolgoztok ti, hogy minél több helyre, társadalmi csomópontba eljussatok, ahonnan bekerülhetnek ebbe az innovációs csőbe, spirálba, akár hogy hívjuk a potenciális, illetve akár már a piacon lévő szereplők, de van-e esetleg olyan szám a fejetekben, hogy legyen aztán majd magyar unikorn is, tudod, biztos olvassátok itt a startup ökoszisztémának az állandó egyik ilyen sarkalatos idézőbe vévett fájdalmát, mert bár sok szempontból meg lehet kérdőjelezni azt, hogy mennyire fontos egy unikorn is, mégis mit amikor hívunk? Azt halljuk, igen, mégis amikor azt halljuk, hogy mondjuk például az észteknél már 5 vagy 6 van, nálunk meg nem nagyon, akkor van esetleg egy ilyen rejtett vagy nyilvános szándék, hogy ezt is, vagy hát ez is lehet egy ilyen KPI, hogy majd legyen magyar unikornisunk is. Én azt mondanám, hogy velejárója lehet. Igen. Tehát, hogy nem KPI, meg szeretném teremteni feltételét annak, hogy
létrejöhessen, és minél több jön létre. Adjuk meg a lehetőségét, igen. Nyilván nagyon szeretjük az összehasonlításokat, hogy bezeg az ész modell, bezeg az izraeli modell, bezeg az USA modell. Persze, mindegyik egy nagyon jó modell, mindegyik egy teljesen más modell, és én szerintem nem olyannak kell lennünk, mint valamelyik, persze, hanem nekünk a saját módunkon kell nagyon jónak lenni. Hiszen mindenkinek teljesen más a körülménye, a múltbéli, tehát hogy historikusan, de földrajzilag, tehát hogy teljesen más dolgok hatnak ránk. Egy neves professzor mondta azt, hogy Észtországnak nagyon nehéz volt, mert ugye rákényszerült arra, hogy gyakorlatilag born to global cégeket hozzon létre, hiszen az észpiac az nem volt hatalmas. Igen. Ugyanezt fogalmazták meg Lengyelországnak, Lengyelországnak baromi jó az, hogy hatalmas a piaca, igen, viszont emiatt rengeteg startup nem akar elmenni Lengyelországról, és ugye a scaling up folyamata lesz nehezebb. És Magyarországnak megvan a saját sajátossága, hogy nem elég nagy ahhoz, hogy skálázható legyen a cég, elég ahhoz, hogy mondjuk kipróbálja magát a cég, de hogyan tudjuk segíteni azt a folyamatot, hogy megszülessen az a cég, itt szülessen meg, és innen tudjon. Itt maradj, ez nagyon fontos, amit most mondtál, hogy az innováció, a szellemi tulajdon, tehát az IP az itt legyen, a székhely itt legyen, a cég az egy magyar cég legyen, és amúgy meg terjeszkedjen. Tehát, hogy a piaca legyen akár az USA-ban, legyen akár bármerre a világon, de hogy ezek olyan cél legyenek, hogy újra majd egyszer azt mondhassa a világsajtó, hogy újra, tehát ne mindig az legyen, hogy Magyarország igen, mert hogy, és mert hogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, de hogy mert hogy Rubik kocka meg golyóstól, hanem rengeteg új Rubik kockánk, rengeteg új golyóstólunk legyen, és rengeteg új magyar találmány legyen, ami ez a képességünk és a tudásunk megvan, nem mindegy, hogy hogyan támogatjuk. Azért tényleg nem a frázisok kedvéért ismétlem, hanem azért, mert szisztematikusan kollégáinkkal utána jártunk, egyébként cikkeket is írtunk erről a Tőkeportál blogján, hogy amikor egy-egy ökoszisztémáról elhíresül, hogy nagyon sikeres, akkor ott mi volt a kiindulási pillanat, mi volt az a mozgatórugó, hogy az adott ökoszisztémában elinduló vállalkozások gyorsabban, látványosabban, legalábbis tehát a publikus információk alapján sikeresebben vették be akár a digitális teret, mint piacot, akár egyéb téren, és ott mindig volt egy állami a mozgatórugó. Volt egy olyan döntés, most azt néztük, hogy a litván fintech ökoszisztéma az mitől olyan sikeres, amikor semmiük sem volt meg hozzá. Azért, mert 2016-ban született egy kormánydöntés, hogy ez fontos. És utána ezt így szépen ez lement ezekre a szintekre, tehát megjöttek azok a támogató szervezetek, amiket ezt komolyan vették, és véghez vitték, és ma ők a top 3 fintech szolgáltató központ közé kerültek Litvániából egy olyan piacon, ahol mondjuk hányszor hallottam én ezt, hogy 400 éves tőkepiaci múlttal milyen könnyű versenyezni Londonban, a fenéket könnyű, tehát ott is egyfajta a versenyképesség fenntartása az mindennapos munka mindenhol. Egy London és egy Luxemburg mögé tudtak kerülni, azért, mert egyszer így döntöttek. Úgyhogy ezért ilyen nagy örömmel tölt el minket. Most nagyon komolyan mondom azt, hogy itt vagytok, és ezt elmondjátok, hogy ezt mennyire komolyan gondoljátok. Még arra gondoltam, hogy a partnereitökről mesélnétek. Egy kicsit ugye mondtad a 21 egyetemet, akkor az inputot. Vállalatok, tehát magánszférában vannak-e olyan vállalatok, akikkel összeálltok valamilyen témákban, hogy egy-egy témán, vagy egy témát, vagy egy iparágat különösen felkaroljatok? Mi még, mint frissen létrejött ügynökség. Igen. Ügynökség. Igen. Nem igazán mondanám, hogy rengeteg partnerünk van, nyilván a programjainknak rengeteg partnere van, de nem is feltétlenül az ügynökséget szeretnénk pozícionálni, hanem az ügynökséget a képviselt brendeket és programokat. De gyakorlatilag azt szeretnénk közvetíteni mindenfelé, hogy bárki, aki foglalkozik, és lehet ez az egyetem, mint tudáslétrehozó, de ugyanúgy az inkubátorok, akiket támogatunk, bármilyen szakmai szervezetek, vállalatok, lehetnek valamilyen ügy mellett partnereink. Lesz egy, hogyha a teljes szolgáltatási portfólió meg fog jelenni, nyilván ugye majd a leendő weblapunkon, amikor megjelenik, ott az elég részletesen le fogjuk írni, hogy milyen partnerek és hogyan tudnak majd csatlakozni hozzánk. Tehát addig inkább a partnerek, hogy hogyan meg miként, ezt nem feltétlenül fejtegetném, mert szerintem még nincs itt az ideje. Viszont azt arra reagálva, amit mondtál az állami szerepvállalásról, hogy igazából miért van az, hogy valaki azt mondja, hogy nincsen szükség az államnak a beavatkozására, pont a startup ökoszisztémában, valaki meg azt mondja, hogy dehogy is, nem igenis. Az első olyan nyilvános szereplésem hasonló kalapban,
egy konferencián volt, ahol szerencsém volt együtt ülni egy észt kollégával és egy izraeli kollégával, és az volt a felcsapás, hogy a magyar ökoszisztéma az mikor fog izraeli szintre élni, Izraelben már nem támogatja az állam a startup ökoszisztémát, mégis köszöni, jól van. És hál' Istennek nem én válaszoltam ezt meg, hanem a kollega, aki mondta, hogy na, látjátok, ez a probléma azzal, hogy mikor. Mert hogy most azt mondjuk, hogy nincsen szüksége Észtországnak állami orkozásra, mert hogy önfenntartó és stb. És hogy persze, de Észtországban mennyi annó, amikor ki kellett alakítani a feltételrendszert, akkor mennyi pénz és szabályozás ömlött, vagy változott, pénz ömlött és szabályozás változott, hogy ez létrejöjjön, utána már az államnak a szerepe nyilván kevesebb, hogy fenntartsa a jól működő rendszert, vagy hogy kvázi éjjel-őr üzemmódba álljon. És ez kicsit megfejelte az izraeli kollega, aki azt mondta, hogy egyrészt igen, hogy amikor ki kellett alakítani, akkor mennyi pénzt kellett beleölni, mennyi szabályozást kellett megváltoztani, stb. És azt mondja, igazából az se igaz, hogy most nem, hiszen rengeteg olyan szolgáltatás, vásárlás történik a szektorból, ami valamilyen szinten vagy egy állami cég, vagy maga az állam megrendelője egy szolgáltatásnak, mert hogy aktívan használják a startup szektort és innovációs szektort. Tehát gyakorlatilag az állam így vagy úgy, ugyanúgy bent van. A kérdés az, hogy milyen fázisban tart az ökoszisztéma, ahol még aktívabban kell segíteni, aztán szépen lassan háttérbe kell lépnie, hogyan már. És gyakorlatilag most abban a fázisban vagyunk, hogy aktívabban szeretnénk segíteni, és egy idő után úgy gondoljuk, hogy ahogyan vezérigazgató úr mondta a cégekkel, hogy nem ott maradni az életükben, hanem hogyha kellünk, akkor jöjjenek, tudjanak jönni, és tudjunk segíteni, de minél gyorsabban, minél többet tudjunk rajtuk gyakorlatilag lökni, aztán újra tudjunk hátradőlni, idézőjelben hátradőlni, és azt nézni gyakorlatilag, hogyan nekik sikerült valamilyen sikert felhamozni. Nyilván büszkén kitesszük majd a polcra, hogy itt volt egy kis részünk, szerepünk ebben is, de akkor vagyunk sikeresek, hogyha minél több cég lesz sikeres. Ez így van. És erősítenék rá, hogy nem magunkat visszük ki sehova, hanem a termékeinket. Például az e-foton rendszeresen kint van a HSUP és standja, úgyhogy innen bátorítok minden fiatalt, egyetemistát, főiskolást, és mindenkinek érdekel, hogy jövőre az e-foton látogassa meg a standunkat. Abszolút. Azért az állam mindig zászlót visz ilyen területeken, akkor is, ha már nem kell ennyire koncentrálni az utánpótlás nevelésre, hogy így is fogalmazta az egészet. Tehát nyilván, tehát az államnak ezt fönn kell tartania, és arra is ügyelnie kell, hogy esetleg ne szúrja azt el, amit korábban jól csinált, mert ugye az idő telik, és változnak a prioritások. De nem olyan régen hallottuk a Rishi Sunak ott, aki a brit pénzügyminiszter e témában, hát olyan agilitással tolta a startup ökoszisztémájának az ügyét egy azon a konferencián, hogy az embert így a székbe szögezte, hogy mennyire fontos a talent pool, tehát hogy ez hajaz a ti HSUP programotokra, tehát ez végső soron mindent eldönt. Ugye ő elmondta, hogy London van a világ legjobb helyén, mert mindenhoz képest közel. Középen van még időzónától elkezdve mindent felsorolt, de hogy egyszer ezt ennyire tudatosan tudják. Tehát ő belement abba a részletekbe, hogyha neki külföldre kell még talentet csábítani, akkor az a business vízumtól elkezdve minden szolgáltatást megkapjon, és a helyeket meg hogy tartsa meg. Márpedig az egy nagyon régi ökoszisztéma, és nyilván nem a napi gondokkal küzdködnek, hanem a keretrendszert tartják nagyon versenyképesen. Úgyhogy ez egy örök feladat lesz az egészen. Biztos, de az elején, hogy még sokkal többet kell beletolni, az nagyon valószínű, hogy így van. Hát szerintem nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, hogy eljöttünk. És nagyon remélem, hogy majd még jöttök, tehát az biztos, hogy nagy örömmel tesszük közzé az aktuális híreiteket, a Tőke Portál maga is egy startup, úgyhogy mi is lehet, hogy fordulunk hozzátok segítségért is akár, de itt szeretnénk felhangosítani úgymond a ti híreiteket az ökoszisztéma irányába, úgyhogy erről rendszeresen nagy örömmel beszámolunk, ugye van egy nagyon komoly hírlevél adatbázisunk, van ez az esemény sorozat, és a social mediánk is egyre nő, meg hát igyekszünk mindenhol jelen lenni, úgyhogy ezeket nagyon nagy örömmel fogjuk képviselni mi is a hozzánk forduló startupok irányába. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk.